itt mindenre kell figyelni igazából. Az a lényeg, hogy most ehhez a gázhoz egy kicsit sűrűbb tészta, palacsinta tészta kell. Kicsit tovább kell várni, mert különben nem lehet megfordítani. De ez így most tökéletesen jó. Gödrey Zoltán két polgármester elmondta, igyekeztek a programnak a lehető legjobb időpontot kiválasztani. A mai nap, ez egy nagyon érdekesen alakuló nap lett, ugyanis egy hónappal ezelőtt a Nyugdíjasok Érdekszövetségének a klubjába, a Kétyi Nyugdíjasok Érdekszövetségének a klubjába elhatározták a jelenlévők, hogy az ő nevükhöz még igazából, vagy az ő általuk elkészített programokból még hiányzik egy fesztiválnyi, egy fesztivál nagyságú valamilyen rendezvény, és kitalálták, hogy mivel mindenki szereti a palacsintát, ezért legyen palacsinta fesztivál. És akkor elhatároztuk, hogy palacsinta fesztivált fogunk tartani. Az időpontot kellett csak megkeresni, és ez a mai 18-ára esett, mert előtte való hétvégeken máshol voltak rendezvények, és nem akartunk senkinek a rendezvényére rászervezni, illetve azt sem szerettük volna, hogy ide mondjuk amiatt, vagy más miatt nem jönnek el az emberek. És akkor most eljött ez a 18-a, de viszont ahhoz, hogy ez tényleg egy ilyen, nevezzük így, fesztivál jellegű legyen, és a családoknak programokat tudjunk biztosítani, ezért légvárakat, meg ilyen mászóketrec játékot béreltünk, illetve délután jön Zombáról egy fogat, és akkor sétakocsikázásra is lesz lehetőség itt a településen. És ugye az egésznek az ötlete, ez a nyugdíjas klubtól jött, és az önkormányzat pedig, mint mindig, amikor ilyen klassz ötletek vannak, akkor teljes mellszélességgel hozzááll, és így most sikerült így ezt, amit itt látunk, megszervezni. Éppen a férjem Kenny, Nyárai Sándor házi főzésű, ő főzte a sárga baraszlekvárt, nagyon jó ízű, azt mondják a fogyasztók. Házi termésből? Igen, igen, saját. Van kertész, van sok gyümölcsfánk, és abból, igen. Nyárai Sándorné, a nyugdíjas klub tagja, házilekvárral töltött palacsintát is kínálta megjelenteknek. A nyugdíjas klubban a nyugdíjas klub vezetője a Faragó Gáspárnének az ötlete volt, és mi segítettünk neki megvalósítani a nyugdíjas klub tagjai. Ez az első ilyen palacsinta fesztivál, úgy tudom, itt Kétyen. Első alkalma, de úgy látom, hogy folytatódni fog, mert nagyon nagy az érdeklődés a gyerekek körében, főleg a nutellás, a lekváros és a túrós iránt. 1000 darabbal, igen, úgy terveztük, illetve úgy kalkulált elő a szakácsnőnk, a Juci. Virtanta Judit a szomszéd településről érkezett a családjával a finom palacsinta miatt. Főleg a gyerekeknek, úgyhogy nagyon finom volt, és nagyon változatos, nagyon sok ízben, nem is gondoltuk, hogy ennyibe lesz, úgyhogy nagyon jól érezzük magunkat. A nutellás palacsintán kívül a lekváros volt a népszerű a gyerekek körében. Azért, mert van palacsinta és finom. Mennyit ettél eddig belőle? 2, de még szeretnék 6. Jó lesz? Magasabbra. Szereted a palacsintát? Nagyon. Ettél már? Igen. Melyik a kedvenced? Nutellás. És hány darabot ettél meg? 2. A palacsinta fesztivál jó hangulatához a kedvező napos időjárás is hozzájárult.